Sziasztok srácok! Ami nap láttam ezt a videót TikTokon, úgyhogy nem kérdés, hogy ezt nekem is meg kell csinálnom. Szükségetek lesz egy szervírozótára, egy kisebb bázára és egy cuki fényforrásra. A lámpaosztály Patrik kedvenc helye az ikea -ban. Ezen kívül kell még egy festékspré és indulhat is a buli. Ezután leragasztottam a részeket, hogy ne legyen mindenhol festékes. Ezt a folyamatot talán nem a nappaliba kellett volna csinálni, de a végeredmény szerintem így is jó lett. A kezeimről most inkább ne beszéljünk. Miután megszáradt a festék, leszettem a ragasztót és elkezdtem összeállítani a lámpánkat. El is készültünk. Voilà, no Na jó, ez eszméletül jól mutat a szobámban, és a fénye igazán hangulatos lett.